Miután a bölcsek eltávoztak, íme az Úr Angyala megjelent Józsefnek álmában, és így szólt. Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, és menekülj Egyiptomba. Maradj ott, amíg nem szólok neked. Herodes ugyanis arra készül, hogy megkeresi és megülő a gyermeket. József fölkelt, fogta a gyermeket és anyját, és még azon éjjel elment Egyiptomba. Ott maradt Herodes haláláig, hogy beteljesedjék, amit az Úr a profét mondott. Egyiptomból hívtam az én fiamat. Amikor Herodes meghalt, az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában, és így szólt. Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, és menj Izrael földjére, mert meghaltak a már, akik a gyermek életére törtek. József fölkelt, fogta a gyermeket és anyját, és visszatért Izrael földjére. De amikor meghallotta, hogy Júdeában úgy uralkodik apja Herodes után, félt oda menni. Ezért az álmában kapott utasítás követve Galilea vidékére ment. Odaérve egy Názárat nevű városban telepedett le, hogy teljesedjék, amit a próféták mondtak, Názáretének fogják hívni. Mat mai mottunk kelj fel, vedd a gyermeket és anyját. Kétszer is ezt a parancsot kapta József az úrangyalától. Habozás nélkül engedelmeskedett és így lett családjával együtt hontalan. És habozás nélkül tért vissza hazájába a veszély elmúltával. Nem maga mérlegelte az aktuál a helyzetet, hanem a történelem urára bízta önmagát és szeretteit. A történelem ura azonban nagy szerepet szánt olyan jelentéktelen városkának is, mint Názáret. Mert megígérte réges-régen. Bár sokan el is felejtették ezt az ígéretet, Isten nem felejtett el. Isten minden ígéretét megtartja. És azok, akik a történelem formájainak gondolják magukat, mint Heródes, csak azért élnek emlékezetünkben, mert sorsuk valahogy keresztezte Jézusét. Az egyszer emberek, így József is, félnek persze a történelem csinálóktól. Hatalmuk van. De végül, és milyen hamar kiderül, hogy nincs mit félnie annak, akinek az Úr vele van. És Isten Különös módon rábízza magát az ilyen kis emberekre. Ránk.